Eljött az advent, a várakozás és a bűnbánat időszaka. Megkerestünk hát néhány vállalatvezetőt, hogy mondják el, ők mit várnak az ünnepek alatt és a jövőtől. Wotton Lajos, a C&M ruhagyártó tulajdonosa és ügyvezető igazgatója, melynek több mint 1000 üzlete van világszerte. Ezt az ünnepet én is a családommal és a gyerekeimmel töltöm együtt. A gyerekeim számomra a legfontosabbak. Ők az én büszkeségeim, és ezért tartom rendkívül fontosnak, hogy bejelentsem azt, hogy cégünk 2050-re teljes körűen fel fogja számolni a bangladesi és a tájföldi gyerekmunkát. Zalcenberg Márk, fiatal techmilliárdos, a Telefon kommunikációs céghálózat alapítója és vezetője. Magánéletét nem veri nagy dobra, kerüli a reflektorfényt. Minden nap fut, rendkívül nagy munkabírású. Mindig is nagyon vártam a karácsonyt. Ilyenkor az álmok valóra válnak. Ezért úgy gondolom, hogy ezzel az ígéretemmel sokak álmát fogom valóra váltani. Mégpedig, hogy az adataik mostantól rendkívül nagy biztonságban lesznek nálunk. Ígérem, hogy az adataik nagyon-nagyon nagy biztonságban lesznek nálunk. Ígérem, higgyék el. Biztonságosak. Mostantól nagyon, eddig is biztonságban voltak, de mostantól nagyon-nagyon-nagyon nagy biztonságban lesznek az önök adatai. Nem adjuk el senkinek. Garami Zsolt, a MOG, a Magyar Olaj és Gázipari Vállalat elnök vezérigazgatója. Fiatal kora ellenére rendkívül nagy befolyást szerzett, mikor átvette a MOG irányítását, melynek azóta megtízszerezte a jövedelmét. Aktív állatvédő és természetvédelmi aktivista. Számomra az ünnep egyfajta várakozást jelent. Felkészülést az új évre. Ilyenkor van egy kis időm megtervezni a jövőnket. Cégünk eltökélte, hogy 2250-re teljes karbonsemlegességet vállal. Mentsük meg a bolygót, lépésről lépésre. Uram! Az RTL Klub most írt, hogy adná interjút a horvát nyomozásról. Sanyikám, szerinted adnék? Na, legyél már hülye! A cégvezetőket elkísérjük egy átlagos napjukra, hogy meglássuk, mivel telnek a hétköznapjaik. Minden adventkor meglátogatom a dolgozóimat, és meg is ajándékozom őket. Úgy is hívnak engem ilyenkor, hogy a jóságos télapú. Ők is emberek. Bármennyire más is a kultúrájuk, de hát mégis olyan emberek, ugye? Ezért is tartom fontosnak azt, hogy hát ugye olyan ajándékot adjak nekik, ami ugye a népcsoportukra jellemző. És maguknak ez ilyen szokott ilyen kell lenni, ugye? Rendkívül fontosnak tartom a sokszínűséget. De ne velem foglalkozzanak, vegyék föl a Pistit. Adventkor mindig hozok egy kis ajándék. Egy kis színes fém. Idén karácsonykor olyan családokat keresek fel, akik nélkülöznek, és azt gondolom, hogy ezzel adhatok nekik egy kis karácsonyi csodát magam szerény módján. Mindig öröm egy boldog gyermeki arcot látni, akinek teljesült egy kívánsága. Pláne, hogyha én teljesítettem ezt a kívánságot. És úgy gondolom, hogy Petikének ez az iPad, ez valóban meg fogja változtatni az életét. Van itt egy konnektor? Mert kikötötték az áramot többször is. De akkor hogy fűtenek? Amit éppen találunk, jövet menet. Hogy gondolják ezt? Mikor már annyi modern technológia létezik. Az én házamban én például napelemmel generált elektromos árammal fűtök. Ez karnyújtásnyira van mindenkinek. Értem, kicsit többe kerül, de megfizethető. Nagyon nagy baj van a fejekben. Rendkívül elszomorít, hogy mi, emberek, mennyire nem foglalkozunk a bolygó védelmével. Ezért is szoktam kijönni, és néha saját puszta kezemmel egy kis szemetet szedni, ezzel is hozzájárulva környezetvédelemhez. Ez a Szentendrei kútásásról hivatalos papírjegyzék. Későn szóltak a filmesek, hogy kell ez a szemészszerűs rész. Azt mondtam, hogy szemetet szórjatok ki, bazd meg, nem hivatalos papírokat, te idióta! Mónika számos női alkalmazottunk egyike. Ő ugyan egy
karrierista nő mégse kell, hogy feladja természetes közegét, a konyhát. Úgyhogy próbálj is ki ott a konyhában, üssön össze nekünk valamit. De hát én már nem dolgozok a céljendemnél. Parancsol? Kirúgtak. Talán emlékszik, hogy miért. Hogy mi? Hogy én zaklattam? Igen, uram, ezzel vádolta meg önt. Aztán mondta, hogy beálljon meg tőle. De talán bocsánatot kell kérnie. Én? Bocsánat? A kamera kedvé. Nagyon fontos, hogy minél előbb elkezdjük a gyermek megfelelő nevelését. Na mi az, mit eszel? Párizsi szendvics. Párizsi szendvics? Mhm. Uh-huh. Mutasd csak. Faj. Ilyet nem szabad enni. Ez nagyon káros a környezetnek. Tudod, mekkora egy tehén ökológiai lábnyoma? Egészséges ételt kell lenni. Ez a fenntartható jövő. Felelősségvállalás. Ilyen körülmények között élni. Az lesz a legjobb, hogyha magamhoz veszem Petikét. Ugye? A vadászat egy hobbi, de közben fontos szerepe is van. Az pedig, hogy trófa kerül a Napoliba, az csak egy kellemes felejáró. Majd meg is mutatom az oroszlán fejet, amit Afrikába lőttem. Persze, az is nagyon túl szaporodva. Baszd meg! Mi a fasz keresed itt? Csak futózni. Hívd a mentőt, jó? Figyelj, csak hívd a mentőt, jó? Te maradj csöndben, tesó, intézzük, rendítse? Menj itt ki! Jönnek picinek a horvátok! Picsába! Fogócskázni fogunk, jó? Oké. Szaladj amennyire, hogy tudsz, és én elkaplak. Gyerünk, futás! T-minusz 20 másodperc légicsapás. Bombázzátok lesz a szarfészket. Szeretnék öntől bocsánatot kérni, de meg kell értenie, ahonnan én származom. Ott egy kis tipitapi, az a bók egyik formája. Magam csukos fráter! Mit képzel magad? Mit képzel magad? Még ide mehet nekem jönni? Hagyjon békén magad! Ó, Isten! Hagyjon békén! A fejét azt ne üssed, mert beperel! Megint. Boldog karácsonyt mindenki!